van szerencsénk a stúdióban üdvözölni Vona Gábort, aki a 2RK párt elnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. És a ma reggeli kérdezőtársunk pedig az ATV Híradójának főszerkesztője, Szurok András. Szervusztok! Jó reggelt, szervusztok! Elnök úr, maradjunk annál a felvetésnél, amit még Andris mondott az összebeszéd során, ugye, hogy a napokban felkeresték a minden legalább 1%-ot elért pártot, és mintha úgy fogalmazott volna, hogy ez olyan, mint amikor egy új szomszéd mindenkinek bemutatkozik. Ennél az analógiánál maradva, mennyire örülnek az új lakónak a házban lakók már, tehát mennyire fogadják önöket tárt karokkal? Vitte pitét, kapott-e bármit? Igen, nem vittünk pitét, egy levelet írtunk mindössze az összes 1%-ot elért pártnak. Volt már, aki válaszolt, és pozitív választ kaptunk tőle, de a többség még egyelőre nem reagált, úgyhogy meglátjuk. Nem tudom még ezt most mondani, hogy az, hogy még ez a válasz egyelőre nem érkezett meg, ez pozitív vagy negatív, ez majd szerintem a következő napokban fog kiderülni. Csak még ennél a kérdéskörnél maradva, azért már volt, aki jelezte, például Márki-Zay Péter, ugye ő is pont egy új pártot alapított, szombaton volt ugye a zászlóbontó kongresszusuk, és ugye ő úgy fogalmazott, hogy Vona Gábor rendkívül tehetséges politikus, nagyon jól kommunikál, a Fidesztől egy okos húzás, hogy elővették a kalapból, tehát azért érkeznek már olyan visszajelzések, hogy ugye a Fidesz érdeke, hogy az olyan pártok, mint például az önöké, megalakultak. Erről mit gondol? Hát úgy tűnik, hogy nem mindenki örül akkor ennek az új szomszédnak, de ezzel a részével mi nem akarunk foglalkozni. A zászlóbontó rendezvényünkön is egyértelművé tettük, hogy megpróbálunk, amennyire csak lehet, kiszállni ebből a sárdobálásra, karaktergyilkolászásra, visszabirkózásra épülő magyar közéleti stílusból vagy kultúrából, a lehet ezt kultúrának nevezni, és az ügyeinkre igyekszünk koncentrálni. Ez a Felkeressük Magyarországot kampány, aminek a részében a pártokat is megkerestük, éppen nem csak a pártokról szól, megkeressük a magyarországi egyházakat, fontosabb, nagyobb civil szervezeteket, vagy a helyi szervezőink, a helyi közélet szereplőit. Tehát próbálunk valamiféle új és egymás tiszteletére épülő politikai kultúrát építeni. Nincsenek persze illúzióink, tudjuk, hogy ez nem egy egyszerű dolog és nem egy egyszerű folyamat, de amit lehet, azt mi megpróbálunk megtenni. Ugye tegnap Dúró Dórát is kérdeztük erről az új pártalapításról, és egyrészt azt mondta, hogy önök elég jól ismerik egymást, nyilván meg korábban egy pártban politizáltak, és egyrészt erre hivatkozva mondta azt, hogy hát ők nem szeretnének még ügyek mentén sem együttműködni, de most tegyük is ezt félre, mert hogy volt egy nagyobb elvi dilemmája az egész felvetéssel, amit az ön pártja képvisel, miszerint, hogy ügyek mentén függetlenül az értékrendtől lehet együttműködni, hogy nincs értékrend és ideológiamentes politika. És azért ez egy döntő kérdés most egyébként az ellenzéki oldalon is, hogy van, aki azt gondolja, hogy függetlenül az értékrendtől az a lényeg, hogy Orbán Viktor a főellenség, van, aki meg azt mondja, hogy nem, azért itt attól még nem sorolódik mindenki egy kalap alá, hogy Orbán Viktor tartja a legfőbb rossznak. Valóban elképzelhető az, hogy értékrendtől mentesen lehet mondjuk családpolitikai döntéseket, munkahelyvédelmi kérdéseket megvitatni? Mert ugye ezek vannak az ászlajára tűzve az önpártjának például. Igen, annyiból próbálnám ezt valahogy pontosítani, hogy mi soha nem mondtuk, hogy értékrendmentesek vagyunk. Azt mondtuk, hogy az ideológiák és az oldalak fölött próbálunk a politikai kérdésekhez, az ügyekhez közelíteni, de ez egyáltalán jelent értéksemlegességet. Sőt, kifejezett azt jelenti, hogy mi minden ideológiai irányzatban látunk értéket. A liberalizmusnak is vannak értékei, a konzervativizmusnak is vannak, a nemzeti gondolkodásnak is, és a szociáldemokráciának is vannak értékei, és mi úgy érezzük, hogy a világ kellően komplex ahhoz, meg a 21. század kihívásai, hogy ne akarjuk magunkat belegyömöszölni valamelyikbe, és onnantól kezdve, ha ezt megtettük, akkor csak annak a szemüvegén keresztül látni és értelmezni a világot, vagy megoldást keresni. Ez lehet, hogy egy luxus a mai magyar politikában. Lehet, hogy a politológusok nem is szeretik, mert nem tudják elhelyezni a koordinát a rendszerükben. Az ügyek megoldása szempontjából szerintem igenis legitim az, hogy azt mondjuk, hogy az adott ügyben lehet, hogy inkább ehhez liberálisabban kellene közelíteni, a másik ügyhöz mondjuk a szociáldemokrácia, a harmadik ügyhöz meg inkább a konzervatív szemlélet mondaná, alapján. Mondaná, akkor erre a háromra egy-egy példát?
Hát persze. Mondjuk például a véleménynyilvánítás szabadsága, vagy az egymás politikai meggyőződésének tisztelete tekintetében szerintem nagyon sok liberalizmusra volna és szükség Magyarországon. És mi az, ami mondjuk a konzervativizmus felől megoldható? Hát nagyon sok olyan dolog van, ami mondjuk például a kormány politikájában konzervatív, és szerintem nem rossz a családpolitika, hogy a család támogatás és a családra épülő közösség erősítése. Természetesen van sok túlzás ebben, meg sok intolerancia is a kormány részéről, de az alap gondolat, hogy a család az egy fontos egysége a társadalomnak, ezzel szerintem egyet lehet érteni. Jó, de ez azért alapvető is mindenki részéről. Hát nem, azért kérdés, a mai világban... Hova juttat többet, hova kevesebbet, és most éppen a közép- és felső osztálynak juttat többet ez a kormányzati családpolitika. Igen, de most nem csak elosztási kérdésekről beszélek, hanem úgy általában a család intézményéről, amit a 21. század sok szempontból azért kikezdett, megkérdőjelezett. Tehát ebben azért érzékelhető, hogy a progresszív irányzat azért nem a családpolitika irányába mutat. Bocsánat, csak hogy az a fideszes alapvetés is akkor az önöké ideológiailag, vagy értékrendileg, hogy az anya a nő, az apa a férfi, tehát hogy csak ilyen család képzelhető el az önök koordinátorrendszerében? Igen, nagyon fontos pontjához érkeztünk ennek a mai beszélgetésnek, mert amikor mi ezt az egész pártot elindítottuk, akkor úgy döntöttünk, hogy lesznek ügyeink, amiben egységes álláspontot képviselünk, és ebben a párt megtesz mindent, amit csak tehet, akár még más pártokkal is együttműködik, akár a Fidesszel is, akár a DK-val is, csak hogy mind a két oldalra mondjak valami sokkolót, de azt is elhatároztuk, hogy lesznek olyan ügyek, amiben nem kell, hogy mi egyetértsünk. És például mondjuk az ilyen jellegű kérdésekben fenntartjuk magunknak azt a jogot, hogyha ez ügyben lesz egy társadalmi vagy politikai vita, akkor a 2RK egyik vagy másik tagjának nem kell feltétlenül ugyanazt az álláspontot képviselni. Ez megint én azt gondolom, hogy egy innováció, vagy egy újítás a magyar közéletben, megint összezavarjuk ezzel a politológusokat is, lehet, hogy a sajtómunkatársait, talán még a választókat is, de úgy érezzük, hogy az volna egy helyes az országban, egy országban, hogyha lennének ügyeink, amelyek összekötnek bennünket, ami közösségét tesz bennünket, de képesek volnánk minden más megvitatni és elfogadni, hogy ebben nem egyeznek az álláspontok, és mi ebben elől akarunk járni. Úgyhogy ha lesznek olyan kérdések, mint például ez a kérdés is, és lesz erről értelmes társadalmi vita, mert azért azt is tegyük hozzá, hogy ebben a kérdésben én legalábbis azt tapasztalom, lehet, hogy tévedek, sokszor nem a józan, egymástól eltérő, de józan álláspontok ütköznek, hanem az egymástól nagyon eltérő fundamentalista álláspontok. Tehát mi például egy józan társadalmi vitát abban a kérdésben, hogy mondjuk a család pontosan mit jelent a 21. században, és meddig kell terjednie egyik vagy másik oldal toleranciájának, arról nagyon szívesen állnánk. Ön, mint elnök ebben mit gondol? Ön, mint elnök ebben, ezek szerint ez félig meddig a magánvéleménye lesz. Tehát pontosan ez a lényeg, hogy akár elnök valaki, akár alelnök, akár egy egyszerű tag, az egyszerűt itt idézőjelbe teszem, mert minden tagunkat nagyon megbecsüljük majd, de a személyes álláspont az én értelemben másodlagos. A társadalom vita lesz mondja a lényeg. Ha nem haragszik, akkor most nem terhelném ezzel a... csak ez egy picit egyelőre masszatolásnak tűnik, mert ez egy megosztó kérdés, és ebben nem akar nyilvánosan állást foglalni. De nagyon szívesen állásfoglalok nyilvánosan, hogyha lesz erről egy társadalmi vita. Hát itt most le lehet játszani. De nem, ez nem így megy. Akkor játsszuk le majd ezt a vitát le, hogyha lesz egy erre irányuló társadalmi szándék, hogy mindannyian meg akarjuk vitatni, és mondjuk nem csak én vagyok itt a 2RK-ból ezen az oldalon, amit majd én fogok képviselni, hanem ott lehet egy másik, szintén a 2RK-ból. Ha elmennek bemutatkozni egy civil szervezethez, akkor ez lesz a válasz egy ilyen kérdésre, hogy majd ezt később kitalálom. És ez azért jó most, hogy ezt megvitatjuk, mert pont ez mutatja az ezzel kapcsolatos értetlenséget, hogy egy pártól azt várjuk el, hogy mindenben, mindenkor mindig ugyanazt gondolják. Mi meg ebből vagy legalább gondoljon valamit, amit elmond. Hát világos, persze, gondoljon valamit, és én gondolok is valamit, csak pontosan azt szeretném, hogyha most én mondok valamit, akkor nyilván az azt sugallja majd, hogy ez a pártnak az álláspontja, ugye? Hát szerintem azért magyar ember ért magyarul, hogy ez az ön álláspontja. Igen. Ebben reménykedem. Jó, hát a magyar ember ért magyarul, akkor majd a társadalmi vita során megbeszéljük, de pontosan a kérdés sem tudom, hogy melyik kérdésre kellene válaszolnom, mert ugye... Hogy ebben hát ez mit gondol? Hát ez az anya, nő, apa, férfi, tehát hogy... Számomra a család ezt jelenti, igen. Uh-huh. Hadd közelítsek ugyanehhez a kérdéshez máshonnan. Hídvégi Balázs európai parlamenti képviselő a gyermekvédelmi jogszabályok megsértése miatt bejelentést tett a budapesti főispánhoz, mert a Liszt Ferenc repülőtér egyik üzletében értékelése szerint, idézem, nyilvánvalóan öncélú homoszexuális tartalmat árusítanak a gyermekkönyvek között. Hogy látja ezt a helyzetet? Hát úgy látom, hogy ez az egész valójában a kormány számára egy nagyszerű propaganda téma. Ugye én úgy állok itt, hogy
5 évvel ezelőtt a kormány sajtójában homoszexuálisnak lettem beállítva. És fölmerült a kérdés, hogy miért? Miért ez volt vele nem a kormány propaganda? Többféle vád is volt, de miért ez volt? Valószínűleg azért volt, mert Magyarországon a társadalomnak ezzel a kérdéssel kapcsolatban konzervatív, vagy akár ókonzervatív az álláspontja. Ha valakit támadni akarunk, vagy ha valaki ellen nagyobb ellenérzést akarunk kelteni, akkor ebbe a irányba kell őt támadni. És én azt hiszem, hogy itt megint erről van szó. Van egy nagyon nehéz helyzet az országon, Covidon is, Covid után is háború alatt vagyunk, a gazdaság számtalan problémától küszködik, a kormány népszerűsége csökken, és mindig meg kell találni azt a témát, amivel mindezek ellenére valamiféle társadalmi egységet lehet kovácsolni a kormány mögé. Tehát ezek a kérdések tipikusan azok, amik erről szólnak. Nem tartja furcsának, hogy valaki 10 évig az Európai Parlament mellett dolgozik szakértőként, majd politikusként, és visszamegy egész egyszerűen egy olyan korba, amit a rendszerváltással úgy tűnt, hogy magunk mögött hagyunk. De nagyon furcsának tartom. Ugye az egyik szlogenünk az az, hogy második középkor helyett második reformkort. És ez első hallása talán egy ilyen kis ötletes politikai szlogennek tűnik, és semmi több, de az a baj, hogy ez tartalmilag is nagyon erős, én azt gondolom ez a szlogenünk. Lehet, hogy elfogult vagyok persze, mert a középkor az ugye a függésekről szól, a hűbéri láncról, arról, hogy az ember, ha valamibe beleszületik, akkor abba beleszületett, és egyetlen egy kitörési pontja van, hogyha a hűbéri láncban megpróbál jól teljesíteni. De most ebbe az irányba tart ez az ország. És a másik reformkor számunkra meg pont ennek az ellenkezőjét jelent, egy önszerveződő Magyarországot, ahol a polgári öntudat szellemi és anyagi értelemben is egyre szélesebb. Hogy az emberek megmernek nyilvánulni politikailag, társadalmi kérdésekben, anélkül, hogy attól kelljen tartaniuk, hogy ez nekik mondjuk az életüket, vagy az előre menetelőket kockáztat. Tudom, hogy túl vagyunk azon a korszakon, amikor egy olyan pártnak volt az elnöke, amely EU-s zászlót égetett, de a miniszterelnök kiszivárgott beszéde arról szól, hogy tulajdonképpen egy globalista összeesküvéssel szemben. Egyébként meg, hogyha azt nézem, hogy Kocsis Máté milyen kell kiállni, egyébként meg, ha azt nézem, hogy Kocsis Máté miket mondott, hogy milyen stratégiai céljai vannak a frakciónak, akkor 5-ből 5 pont Brüsszellel foglalkozott. A reformkorban viszont ugye az osztrák-magyar monarchia volt az, amely Magyarországnak keretet adott. Most akkor ez a nagyobb összefüggés ilyen szempontból hogy értékelhető? Nemzeti szuverenitás és birodalmi aspektus viszonylatában. Hát mi igyekszünk olyan megoldásokra fókuszálni, vagy olyan megoldásokat találni, vagy olyan válaszokat ezekre a kérdésekre, ez a kettő nem kerül ellentmondásba. A hazai is haladás, ugye ez volt a reformkor egyik jelszava. Szerintünk ez a kettő nem vagy, tehát nem haza vagy haladás, hanem hazai is haladás. Megpróbálunk olyan módon viszonyulni a világhoz, hogy van egy európai egység, ami szerintünk fontos. Deklaráltuk is a zászlóbontó rendezvényen, hogy Magyarország helye a nyugati szövetségi rendszerben van, és helyre kell állítani a megtört bizalmat, akár a NATO, akár az Európai Unió irányában. De ez nem jelentheti azt, hogy mi a nyugat lábtörlőjévé válunk. Sokszor nem is az a bajom nekem Orbán Viktor Brüsszel kritikájával, hogy ő valamilyen kérdésben nem ért egyet Brüsszellel, és ezt képviseli, és hozzáteszem, szerintem még Brüsszelnek sem ez a feltétlenül a baja, hanem ahogy teszi. Tehát, hogyha Orbán Viktor például, most csak játszunk el a gondolattal így reggeli órán, Orbán Viktor azt mondaná Brüsszelben, hogy ne haragudjatok, ez az ukrán háború, ez bennünket több szempontból is nagyon nehezen érint. Egyrészt szomszédország vagyunk, magyarok élnek Kárpátalján, értsétek meg, hogy mi nem tudunk mindenben úgy veletek menni, ahogy az európai országok többsége szeretné. Szerintem erre, hogyha ez kulturáltan van tálalva, hogyha ez értelmesen meg van magyarázva, erre valószínűleg Brüsszel is jobban reagálna. De itt nem erről van szó, itt arról van szó, hogy egy folyamatos trollkodás megy Brüsszel irányába. Egy folyamatos szövetségi bizalomvesztés zajlik, aminek az nagyjából a következmény, hogy Magyarország az Európai Unión belül egy olyan szövetségessé vált, vagy akár a NATO-n belül, ahol már nem szövetségesként tekintenek rá. És még egy utolsó kérdés, csak nagyon röviden, csak az, hogy ennyire megpróbálnak semlegesek maradni a kérdésekben, tehát egy kicsit fölülről megközelíteni mindent, tehát egy ilyen tágabb nézőpontból. Nem lehet, hogy egy picit a választók nem tudják majd önöket hova tenni, hiszen ön is mondta, hogy például akár mondjuk a család kérdésében, vagy a homoszexualitás kérdésében nagyon erős érzelmei vannak a választóknak, tehát ha nincs egy
konkrét irány, ami mentén haladnak, akkor belesüllyednek a, hát a nem létbe, tehát az, hogy nem tudnak majd önök az arctalanság mocsarába, hogy képzel arra. Az a helyzet, hogy van egy nagyon egy, tehát hogy van egy konkrétan egyértelmű iránya van ennek a pártnak. Ez pedig az, hogy ebből a törzsi viszályból, ami Magyarországot nem hogy a megoldások megtalálására teszi alkalmatlanná, hanem még a megoldások megtalálására vagy megvitatására is alkalmatlanná teszi, ebből ki kell szállni. Erre kész van a társadalom? Most ez egy nagyon fontos kérdés megint, szerintünk nincs. Azt is deklaráltuk, hogy valószínűleg mi kis színpadon fogunk zenélni egy darabig, tisztában vagyunk a realitásokkal, de el kell kezdeni. És mi azokat keresünk, akikben erre van igény, és egyébként meg, hogy még az irányról beszéljek, van 9 ügyünk, ahol viszont egyértelműen állást foglalunk. Az óvodai pedagógusok helyzetéről, az online népszavazásról, a pártmentes önkormányzatiságról, a fiatalok életkezdésének a segítéséről. Tehát megvannak azok a konkrét ügyek, amelyek mentén politizálunk. Az egész politikánk arra épül, hogy ügyek mentén kell politizálni, és hiszünk abban, hogy ma Magyarországon van, ha nem is nagy tömeg, de ahhoz, hogy a politikában megjelenjünk és föltegyük magunkat a térképre, egy kellő mértékű társadalmi támogatottság, amit ma nyilván az európai parlamenti választáson fogunk látni. Köszönjük szépen. Köszönjük. És a kérdéseket is. Köszönjük.